Én Kömel Kács Katalin vagyok, október 1-től nyugdíjba állok. Italt rendel. Ugye ebben hogy lehet járni? Kirakatokat nyit. Motorra száll. Mint mondja, a magánéletben ő is csak ember. Egy dolog van, amiben nem ismert tréfát, ez pedig a tanítás. Dolgozott általános és középiskolában, tanított az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán és a Színművészeti Akadémián. 2006-ban a szabadkai magyar tannyelvű tanító képzőkar dékánjává választották. A jelenlegi tanári karban egykori diákja is ott vannak. Amikor én a műszaki középiskolába jártam, tehát én gépésztechnikus vagyok, akkor a tanárnő azért felfigyelt arra, hogy milyen érdeklődésű is vagyok. Mert az, hogy én arra abba az iskolába iratkoztam, az ilyen kényszermegoldás volt. És látta, hogy jól fogalmazok, tehát akkor ilyen fogalmazási versenyekre küldött, vagy ilyen műsorok, irodalmi műsorokban vettem részt. Kájgy Katalin 5 évig volt dékán Szabadkán. Nyugdíjba vonulása után megalapította a Katalin díjat. Az a végzős hallgató kapja, aki magyar nyelv és irodalomból vagy művelődés történetből írja diplomamunkáját, és azt kiemelkedően védi meg. Nagyon-nagyon hálás vagyok a dékánasszonynak, aki nekem ítélte az első Katalin díjat. Kájgy Katalinnak nyugdíjas éveire már kész tervei vannak. Folytatja az eszéírást, a színház történeti kutatást és a szabadkai tanítóképzésről szóló tudományos munkáját. Azt mondja, a legnagyobb szenvedélyének az utazásnak csódol majd. Ausztrália kivételével már minden kontinensen járt, a listája azonban még mindig hosszú. Most Skócia vonzza a leginkább.